A Kurtaink históriájában egyébként mekkora szereped volt akár a munkálatokban, akár magában a táncban, az előadásban? Koreográfus voltam a Kurtaink históriájában, Olá Márkó és Vári Bertalan mellett, és az előadásban hát kb. Az elejétől a végéig színpadon voltunk, és vittük a mese cselekményét. Most itt a Cervinus Teátrumban vagyunk, ahol már hosszú évek óta néptánc tábor is zajlik. Ugye a tesedik táncegyüttes vezénylésével gyakorlatilag most hány gyereket sikerült megszólítanatok, illetve milyen korosztályból kellett, hogy legyen valami néptánc tudásuk már, vagy teljesen kezdők is jöhettek? Ez a harmadik éve, hogy én vezetem a néptánc tábort, mellettem Olá Márkó és Árgyalán Edina Kitti, a másik két vezető. Jelenleg ebben az évben 20 gyerek van a táborban. Mivel ez egy napközis tábor, ezért ide nem, ez nem igényel táncos előképzést. Így bárki jöhet és kipróbálhatja a néptáncot, és ha esetleg megtetszik neki, utána Szarvason van kettő alapfokú művészeti iskola, a Benka általános iskolában és a Hován Kálmán alapfokú művészeti iskola. Ide be tudnak utána iratkozni, ha megtetszik a néptánc nekik. Van is egyébként olyan gyerek most, aki most kezdte el ezen a héten a néptáncot? Igen, vannak többen is. Vannak egészen aprócskák is, 6 évesek. Ők most kezdtek először, most láttak először néptáncot, de nagyon élvezik, és vannak nagyobbak is, akik most kb. 10 évesek, ők is most találkoztak először néptánccal, de nagyon jól veszik az akadályokat, és nagyon tetszik nekik jelenleg a tábor. Így egy hét alatt mi az, amit el tud sajátítani egy kezdő? Egy hét alatt az a helyzet, hogy nagyon kevés dolgot tudunk átadni nekik, mivel egy anyagot általában 1,5 év, 2 évig szoktunk tanítani gyerekeknek, mire berögzülnek a mozdulatok az izommemóriába, és utána abból improvizálni tudnak, de azért próbálunk olyan táncokat tanítani, például polgári táncokat az adott tájegységről, amit könnyebb elsajátítani, egy hét alatt meg tudnak jegyezni, illetve egy kis csárdás alapot próbáltunk adni nekik, onnét is könnyebb lépéseket, amiből utána tudnak építkezni. Itt most a néptánctábort úgy képzeljük, hogy egész nap táncolnak, vagy van esetleg bármilyen kisegítő program mellette? Nagyon sokszínű a tábor, mivel a néptánc mellett vannak foglalkozásaink, például kézműves foglalkozás, akkor kiszoktunk menni a játszóra is egy picit pihenésképpen, hogy a gyerekek felfrissüljenek, ezáltal utána sokkal könnyebb velük foglalkozni, könnyebben megértik a lépéseket, illetve voltunk a belvárosi úszodában, szoktunk számháborúzni, a moziban is voltunk, mesét nézni velük, szóval elég sokszínű szerintem a program. Te ugye a tesedik táncegyüttes táncosa is vagy, most a 55. születésnapját ünnepeltem el idén az együttes, a Vízi Színházban be is tudtatok mutatkozni. Hogyan éltétek meg ezt az eseményt, illetve milyen műsorokkal léptetek ott fel? Nagyon szép dolog volt, hogy az együttes 55. évfordulóján én is föl tudtam lépni, illetve koreográfiát is tudtam készíteni ebbe a műsorba. A műsor az a Budapesti Hagyományok Házában minden évben megrendezik a minősítő műsort. Oda készítettünk egy 45 perces összeállítást, amit egy 6-tagú zsűri értékelt, és kiválóan minősült az együttes. És ezt a műsort adtuk elő a szarvasi közönségnek, mivel nem tudtak annyian felutazni Pestre, illetve nem akkora befogadó képességű az a hely, hogy mindenki meg tudja nézni. Ezáltal azt terveztük, hogy az 55. évfordulón ezt itt Szarvason a Vízi Színházba előadjuk, és ezt a műsort kiegészítettük az alapfokú művészeti iskolás gyerekekkel, akik a Benka iskolából érkeztek, illetve a Hován Kálmán alapfokú művészeti iskolából. A tesedik 55-ös gálaműsorra teljesen megtelt a Vízi Színház nézőtere. Hogyan érzitek egyébként, mennyire szeretik itt a szarvasiak a néptáncot?
Nagyon jó volt látni, mikor kiálltunk a színpadra, hogy egy teltház fogadott bennünket. Nagyon jó érzés volt számomra is kilépni a takarásból és látni, hogy milyen sok ember van a nézőtéren. Szerintem a szarvasiak nagyon szeretik a néptáncot, illetve Szarvason szerintem nincs olyan a család, akinek legalább egy tagja nem kötődik valamilyen szinten a Tesedik Tánc Együtteshez, és ez egy nagyon jó érzés látni, hogy mennyien szeretnek bennünket. Most, hogyha valaki szeptembertől elhatározza, hogy szeretné, hogy a gyerkőce táncoljon, akkor mi a teendője, hol tud jelentkezni? Azok a gyerekek, akik a Benka iskolába iratkoznak be, őket tudják jelentkeztetni a Benkában az alapfokú művészeti képzésre, néptáncra. Ott Olán Márko és Árgyalán Edina Kitti fogja tanítani őket, akik pedig nem a Benkába, hanem a szlovák iskolába. Ott a Hován Kálmán alapfokú népművészeti iskolába tudnak jelentkezni. Ott jó magam, Szabó Róbert és Bakró Erzsébet fogja tanítani őket, illetve akik Kondorosra jelentkeznek az iskolába, ők is tudnak jelentkezni. Az is a Hován Kálmán alapfokú művészeti iskola alatt fut, és ott is jó magam, Szabó Róbert és Bakró Erzsébet fogjuk fogadni a gyerekeket a következő évben. Lanával és Milánnal beszélgetünk itt a néptánc táborban, Szarvason. Ti honnan ismerkedtetek meg a néptánccal? Én az óvodában tanultam, és járt Kitty néni és Márko bácsi is onnan. Uh-huh. Ez akkor már gyakorlatilag 5 éve volt. Miért maradtál emellett a néptánc mellett? Mert tetszett. Szeretem a táncot, meg a szeretek énekelni. Uh-huh. És Milán, te mióta néptáncolsz? És az óvoda óta, de ott még nem találkoztam én Márko bácsival, meg Kitty nénivel, hanem már iskolába. Uh-huh. Lehet egyébként így kedvenc oktatót választani, hogy őket kimondottan szeretitek? Márko bácsi, Kitty néni és Rai bácsi. Uh-huh. És miért szeretitek őt? Mert kedvesek, meg mindig segítenek, hogyha valami annyira nem tudunk. Milyen táncokat tudtatok már elsajátítani így az eltelt évek alatt? Moldvai, kalocsai. Itt ebben a táborban hogyan zajlanak a napok? Mennyire nehéz rávennetek magatokat, hogy most így a nyári szünetben itt táncoljatok? Mivel én nagyon szeretem a táncot, azért nekem nem baj, hogy egész nap táncolunk. Uh-huh. Engem nem is kod zavarni, én szeretek itt táncolni. A Terminus Teátrumban vagyunk, ahol néptánc tábor zajlik. Lászlóval beszélgetünk, aki több éve résztvevője már ennek a néptánc tábornak, de nem akárhonnan érkezik, Németországból. Kicsit mesélj nekünk erről, hogy hogyan ismerkedtél meg ezzel a táborral. Hát úgy volt, hogy én ugye minden évben itt nyaralok, mert a rokonaim itt laknak, és az apukám magyar, és akkor be akartunk iratkozni egy táborba, hogy kipróbáljam a többi magyar gyerekkel játszani, meg beszélgetni, és akkor ez jónak tűnt, és ide beiratkoztunk. És annyira tetszett, hogy már 4 éve minden évben ide jövök. Kint Németországban egyébként jársz táncolni? Nem járok, mert ott ugye nem annyira van néptánc, csak hip-hop is, így az nekem nem annyira tetszik. És egyébként valamilyen sportra jársz? Igen, kosárlabdázok. Kosárlabdázol. Mi ez szerinted, ami ebben a táborban megfogott téged és annyira tetszett? Hát, hogy ugye többi gyerekkel együtt vagyok, meg hogy táncolni is szeretek, mert ugye az apukám is sokat táncolt, és az volt az a munkája. És itt jók a tanárok, és a gyerekek is kedvesek. Az apukád is esetleg néptáncolt? Nem néptáncolt, hanem balettot táncolt. Uh-huh. Látsz-e esetleg különbséget mondjuk ugye itt a magyar gyerekekkel is együtt vagy, meg a német gyerekekkel is, hogy van-e különbség közöttük? Hát annyira nincs sok, mondjuk a magyarok inkább többet táncolnak, és a németek sokat fociznak, de egyébként nincs sok különbség. Most itt az előbb kaptunk egy kis bemutatót a táncokból, neked ezek közül van-e kedvenced, illetve hogy tetszik neked ez a tábor, mi az, amit kiemelnél belőle? Nekem nagyon tetszik, hogy sokat játszunk, és a táncolás is jó, és a kedvenc táncom az a sortánc.